Az elmúlt évhez hasonlóan ismét meghívást kaptak a nyíregyházi úszók a stuttgarti versenyre, és Urbin Tamás irányításával heten el is utaztak Németországba. A négy nemzet versenyzőit felvonultató viadalon eredményesen szerepelt a sportcentrum küldöttsége, mivel 20 érmet szerezve öregbítették a magyar úszósport hírnevét. 7 versenyzőt vittünk erre a versenyre, kimondottan ifjúsági és serdülő korosztályból válogattunk, most az idősebb korosztálynak kerestünk versenyzési lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredménye. Zártunk 10 aranyérem, 7 ezüst és 3 bronzéremmel, ami a korosztálybesorolást illetően is nagyon jó eredménynek számít. A svájci, a román és a magyar csapat mellett ugye a német házigazdákból 39 egyesület volt jelen, 780 versenyző volt a két nap alatt, és több mint 2800 rajtot bonyolítottak le. Ez egy monstra verseny volt, ez délelőtt és délután két különböző időpontban, két különböző korosztálynak szervezve. Én úgy gondolom, hogy azért színvonalba is megütötte azt, amire vártunk. Mi egy nagyon kemény 2-4 hetes felkészülési ciklus után utaztunk ki, és az is volt az elvárás, hogy minden versenyszámot, amit lehetett, neveztem a srácoknak. Jól helytáltak, és ami biztató az, hogy már itt a négy nagyon kemény hét után is egyéni csúcsok is születtek, ami jó előjel jövő hétre. A nyíregyházi úszók ezen a hétvégén az Egerváros kupája elnevezésű versenyen állnak rajtkőre. Ez nagyon komoly verseny, itt a tavaszi érának az egyik legkomolyabb verseny. Itt elődöntő, döntős lebonyolítás van, ami azt jelenti, hogy a délelőtti legjobb 8 idő, az délután még egy döntőt is úszik. Mi nyíregyházáról nagyon komoly csapattal 52 versenyzőt neveztünk. Én úgy gondolom, hogy a kicsiknek is megadjuk azt a lehetőséget, hogy egy ilyen versenybe betekinthessenek, illetve a nagyoknak ez egy nagyon fontos lépés, pont egy hónappal leszünk a magyar bajnokság előtt. A magyar bajnokságot április 9-e és 12-e között rendezik meg Budapesten a Duna Arénában. Az OB-n szintidőket lehet úszni a belgrádi Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára. A Stankovics Anna az 50 méter gyorsan mindenképpen az olimpiai szintre fog hajtani, illetve az 50 méter mellett igyekszik megvédeni a magyar bajnoki címet. Hadházi Dóri sajnos nem tud hazajönni Amerikából, ez egy közös megegyezés a kettőnk részéről. Ő az átállást és az utazást nagyon megterhelőnek tartja, amivel egyetértek, de pont ugyanabban az időben, a magyar bajnokság egy időben van egy Pro Tire, szintén kvalifikációs fina verseny Amerikában, és ő ott fog rajtozálni, 200 pillangón próbál EB, illetve olimpiai szintet úszni. A jövő hétvégén Veszprémben rendezik meg a medence és hosszú távúszó magyar bajnokságot, ahol a férfiak 10, a nők pedig 7,5 kilométert teljesítenek. A nyíregyházi sportcentrum a tervek szerint 3 versenyzővel képviselteti magát a viadalon.